Kétnapos közgyűlését tartja Moson-Magyaróváron az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete. Ennek keretében sajtótájékoztatót tartottak március 30-án a polgármesteri hivatalban, ahol az Egyesületről, a jövőbeli közös együttműködésről számoltak be. Árva István elmondta, hogy Moson-Magyaróvár tavaly csatlakozott az Egészséges Városok programjához. Vállaltuk azt, hogy az első adandó közgyűlést helyszínű Moson-Magyaróvár kerüljön kijelölésre, azért is, hogy megismerhessük közelebbről ennek a mozgalomnak a szándékait, cselekvési programját, egyáltalán azt, hogy mi az, amiből Moson-Magyaróvár építkezni tud, ahhoz, hogy valóban azt mondhassa magáról, hogy egészséges város. Az eseményen részt vette az Egészséges Városok Mozgalom Kárpát-medencei Egyesületének elnöke, de Blázió Antónió is, aki bemutatta a szervezetet. A WHO Egészséges Városok programja 1987 óta működik, azzal a céllal, hogy bevonja az önkormányzatokat és a közösségeket az egészségfejlesztésbe. A világméretű mozgalomhoz a kezdetekkor csatlakozott Magyarország, az Egészséges Városok Mozgalom Kárpát-medencei Egyesülete pedig jelenleg 27 tagvárossal működik, amiből 9 város határon túli területen található. Az elnök kiemelte, az Egészséges Városok egy társadalmi program. A társadalom minden tagja, minden rétege, minden szelete érdekelt az egészségben. Legyen az ifjú, gyerek, felnőtt, időskorú, mindenhol meg lehet találni azt a rendszert, amiben az egészség az egyik legfontosabb kérdés. Ezért is ugye mindig hangsúlyozzuk, hogy társadalmi program. Az Egészséges Városok program a helyi lakosság egészségi állapotának javítását tűzte ki célul, az esélyegyenlőség, valamint a közösségi részvétel biztosítása, illetve a széleskörű együttműködés keretében valósítanak meg. Kárpát-medencei Egyesületként pedig erre a határon túli magyar lakta településeken is lehetőséget biztosítanak, jelenleg Dunaszerdahelyen, Erdőszentgyörgyön, Lendván, Magyarkanizsán, Szabadkán, Székelyudvarhelyen, Szovátán, Topolyán, és Zentán. Én bízom benne, hogy előbb-utóbb még nagyobb lesz ez a Kárpát-medencei család, hiszen az egészség, az egészséges környezet az mindannyiunknak egyformán fontos. Éljen az ember éppen Moson-Magyaróváron, Szabadkán, vagy Székelyudvarhegyen, vagy Munkácson. A sajtótájékoztatón elhangzott, a közös munka részletei a közeljövőben rajzolódnak majd ki, addig elsősorban információk átadásával, illetve az egészségfejlesztési terv elkészítésével tudja segíteni Moson-Magyaróvárt az Egészséges Városok program.